Jósvár, a mi Istenünk, szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a passió előadásra. Egy ilyen zenei esemény a templomban mindig kicsit kettős, hangversenyszerű, de Isten tisztelt is egyszerre. Azért kezdtük éppen gyülekezeti énekkel ezt az alkalmat, hogy minél inkább erősítsük az Isten tiszteleti oldalát ennek a mai alkalmunknak. A Lukács passió egy talán Molter nevű zeneszerzőnek a műve, aki valami rokonság folytán a tenoristája, a másodunoka testvére volt Johann Sebastian Bachnak, egy nagyon jó nevű tenorista Eisenachban. Hát valahogy Bachhoz került és lemásolták fiával együtt. Pár évig azt gondolták, hogy talán ez Bachnak az egyik passiója, de azért elég hamar Mendelssohnéknak már kitűnt, hogy kicsit más a stílusa, mondjuk ki bátran, némely tekintetben gyengébb, mint Johann Sebastian Bach művei. De ennek a kornak a nagyon jellegzetes eszközeit használja, ami engem különösen megfogott, hogy nagyon egyszerű érzéseket, nagyon egyszerűen közöl. Végig gondolja azt, hogy a passióról nem szeretnénk mi évről évre újabbat és újabbat mondani, mert mindig ugyanaz a lényege. A megváltás nagypénteken történt, az egész emberiségre vonatkozik. Nem az a feladatunk, hogy ezt új és új megvilágításba tárjuk elő, hanem az a feladatunk, hogy ismét és ismét elmondjuk. Ez az aranyos szerző, aki a kompozíciót elkészítette, úgy találta, hogy a tragédiának a jelképe lesz egy korálsorban egy furcsa együtthangzás, ahol az á meg az ász hang találkozik. És ezt ő háromszor is eljátszatja az oboistákkal, és utána ugyanaz a korál fordulat majd tisztán fog megjelenni a megváltott embernek a tisztaságán. Egy másik áriába szinte a zenéli órának a tisztasága, egyszerűsége szól arról, hogy semmim nincs, amit én Jézusnak tudnék adni. Kedves, egyszerű, a saját korában modern eszközök ezek, azt hiszem, hogy számunkra is felfoghatóak, követhetőek. A passió az körülbelül 65 percnyi idő, utána igei szolgálatot tart Gáncs Tamás lelkészünk, és végül záró énekként a 785-ös számú, a zöld könyvben található éneket fogjuk elénekelni, a gyermekek kíriéjét, ami itt Magyarországon, körülbelül akkor, amikor ez a mű született Németországban, minden nagy hétnek elengedhetetlen éneke volt. Isten legyen velünk ma este ezen a passió előadáson. Thank you.
Das ist Tagwerk, sammelten sich die Ältesten des Volks, die hohen Priester und Schriftgelehrten und führten ihn hinan von ihnen ran und sprachen: Thank you.
Thank you.
vom Felde und legten das Kreuz auf ihn, dass wir sie so nachtrügen. Es folgte ihm aber ein großer Haufe Fuchs und Weiber, die klar und er weinete ihn.
time.